Az UNESCO 2015-ben szavazta meg, hogy szeptember 20-a az egyetemi sport nemzetközi napja legyen. A cél többek között az volt, hogy ez a nap világszerte ráirányítsa a figyelmet a sport fontosságára a felsőoktatásban. A kampányhoz csatlakoztak a hazai felsőoktatási intézmények is. A Nyíregyházi Egyetemen ma első alkalommal várták több helyszínen is a mozogni vágyó hallgatókat. Kezdtük ma reggel a labdarúgással, játékos sportvetélkedőt, röplabdát, különleges sportágakat, például délután ultimate frisbee-t próbálhatnak ki, speedmintont, tamburellót, úszhatnak egész nap, erdei futáson vehetnek részt az erdőben, úgyhogy kerékpártúrán vehetnek részt, rövid és hosszú túrán vehetnek részt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas program, szűrővizsgálatot igyekeztünk nekik biztosítani, táplálékkiegészítőt kóstolhatnak, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon változatosan betekinthetnek az egészséges életmód, az egészségtudatos életmód berkeibe, akár táplálkozás, akár pedig testmozgást illetően. Magyarországon a felmérések szerint a fiatalok sokkal kevesebben sportolnak a szükségesnél. Az egyetemi sportnapon azonban minden helyszínen nagy volt az érdeklődés. Sokan eljöttek, és sokan érdeklődnek. Úgy látom, hogy nyitottak, illetve én azt látom, hogy a fiatalok is keresik. Keresik a lehetőségeket, a mobilba és a tévébe zárt világból szerencsére keresik a kiutat, illetve keresik a valós közösségeket. Én úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy olyan edzőtermek, illetve olyan lehetőségek legyenek, ahol nem csak a mozgást találják meg a fiatalok, nem csak egy gépbe leülnek és a telefonjukat nyomkodják tovább, hanem igenis egy jó közösségbe is tartozhatnak, és ez legalább annyira fontos, mint maga a mozgás. A Nyíregyházi Egyetemen több százan vettek részt a sportnapon, országos szinten pedig elérte az 50 000-et a valamilyen sportágat kipróbáló hallgatók száma.